Az emberiség évente több mint 2 milliárd tonna háztartási hulladékot termel. A gazdagabb országok a lakosságukhoz képest aránytalanul nagy mennyiségért felelősek. Az összes hulladék 37%-a szemétlerakókba kerül, ahol szennyezi a talajvizet és metánt bocsát ki. Az újrahasznosított vagy komposztált hulladék mennyisége kevesebb, mint 20%. A déli féltekén sok helyen nem gyűjtik a hulladékot, ami így gyakran a folyókba jut. Ez az óceánok műanyag szennyezésének egyik fő oka. Egyes becslések szerint évente nagyjából 1 milliárd tonnát égetnek el a szabad ég alatt. A szabadtéri hulladékégetés közben nagyon sok korom keletkezik, ami erősen hozzájárul a globális felmelegedéshez. Zoe Lenkiewicz a globális hulladék probléma megoldásán dolgozik több mint 20 éve. Dioxinok és furánok is keletkeznek, amelyek köztudottan rákkeltőek. Ez mind megy a levegőbe, amikor az emberek szemetet égetnek. Főként nőket érint, mivel általában az ő felelősségük a háztartási hulladék eltávolítása. Ez a fajta szemétégetés komoly probléma, de ha máshogy csináljuk, előnyei is vannak. Itt jön be a képbe az ellenőrzött hulladékégetés. Az égetés folyamata 90%-kal csökkenti a hulladék térfogatát. Ella Stengler az Európai Szemétégetők Szövetségének ügyvezető igazgatója. Egyfajta tisztító hatása is van, hiszen megsemmisíti a szemétben lévő szennyezőanyagokat. Az így keletkező hőből energia is termelhető. Az Egyesült Államokban, ahol van elég hely a szemétlerakóknak és olcsó az olaj, nem olyan versenyképes a hulladékerőmű. Sokat ezért leállítottak. Az EU-ban azonban annál több hulladékerőmű épült. Ma már 18 millió embert látnak el árammal, és 15 milliót hővel. Dániában és Hollandiában például nagyon elterjedt a hulladékhasznosítás. Itt már szinte egyáltalán nincsenek szemétlerakók. A környezetvédelmi szervezetek szerint a hulladékenergia fontos átmeneti lépés lehet a körforgásos gazdaság felé. Főleg ott, ahol kevés a hely és több energia kell. De hogyan is működnek az erőművek? A szemetet egy nagy gödörben gyűjtik, ahonnan aztán a kazánba kerül. Ezek nagyon magas hőfokon égnek, és perceken belül elég a szemét. Az így keletkező gőzzel turbinákat hajtanak, amelyek áramot termelnek. A gőzzel fűteni is lehet. Azt a 10%-ot, ami nem ég el, fenékhamunak nevezik. Ebből fémeket lehet kinyerni. A maradékot építési anyagként használják. A folyamat tehát csökkenti a szemét térfogatát, energiát termel, és a maradék egy részét még újra is lehet hasznosítani. Hol van a bökkenő? Nem véletlen, hogy a világot nem lepték még el a sípájával rendelkező hulladékhasznosító művek. Ennek egyik oka a pernye, ami megakad a kémények szűrőiben, és veszélyes hulladéknak minősül, amit semlegesíteni kell. Egy másik ok a magas költségek. Ha ma épülne egy hulladékerőmű, a legmodernebb technológiával kellene felszerelni, ami drága. Szakképzett személyzetre is szükség van, a hatóságoknak pedig felügyelniük kell az erőművet. Még sípája nélkül is elérheti az 1 milliárd dollárt egy hulladékerőmű építési költsége. Megfelelő technológia és felügyelet nélkül komoly szennyezést okozhatnak, ami veszélyezteti a helyi lakosságot. Nagyon magas a szén-dioxid kibocsátásuk, az EU-ban nagyjából évi 52 millió tonna. Ez olyan, mintha 430 ezer autóval 25-ször megkerülnénk a Földet. A szakpolitikusok és az iparági szakemberek szerint a hulladékégetés egyenrangú a megújuló energiákkal, a szél, nap vagy az atomenergiával. Tatjana Luhán a Client Earth környezetvédelmi civil szervezet jogásza. Ha azt nézzük, hogy a hulladékégetés mennyi üvegházhatású gáz bocsát ki, inkább a szénre és a gázra hasonlít, nem pedig a megújulókra. A Client Earth megbízásából készült kutatások egyike kimutatta, hogy a hulladékégetők elérhetik a szénerőművek kibocsátásának majdnem 3/4-ét. Ha zöldnek minősítik ezt a fajta energiát, kevesebb pénz jut a valóban környezetbarát hulladékkezelésre, például az újrahasznosításra. Ahol megfelelő körülmények között épül és üzemel egy hulladékégető, jobb a szemétlerakónál. De messze nem ez a legtisztább megoldás, akármennyi energiát is nyerünk belőle.
Nézzük meg ezt a hulladék hierarchiát ábrázoló piramist. A piramis alján van a szabadtéri égetés, vagy az illegális szemétlerakás. Ezek a hulladékkezelés legrosszabb módjai. A következő szint, amikor energiatermelés nélkül szabadulunk meg a hulladéktól, például hivatalos szemétlerakókon. Azután jön a hulladék energiatermelése, ami több módszert foglal magába. Ennél jobb az alapanyagok újrahasznosítása, még jobb eset pedig az értéknövelő újrahasználat. A piramis csúcsán pedig a hulladék megelőzése és csökkentése áll. Ettől sajnos nagyon messze vagyunk. Emiatt a hulladékerőmű sokak szerint gyors megoldás lehet a hulladék problémákkal küzdő országoknak. Nem meglepő hát, hogy egyre több ilyen erőművet helyeznek üzembe. Például Kínában, Indiában vagy Indonéziában. Most nyílt meg Afrika első hulladékégető erőműve is, az etiópiai Addis Abebában. De a dolog annál bonyolultabb, hogy új erőművek üzembe helyezésével megoldódjon. Ennek egyik oka az, hogy a szemét összetétele mindenhol más. Attól még, hogy egy gazdag országban működik egy megoldás, nem lehet sablonszerűen alkalmazni egy szegényebb országban. Ez egy teljesen más piac. Indiában a háztartási hulladék nagyjából 50%-a szerves anyag. Például ételmaradványok. Ez túl nedves ahhoz, hogy elégjen. Mivel nincs központi hulladékgyűjtés, a szemetet nem válogatják szét. Nem hiszem, hogy bármennyire is szelektíven gyűjtenék a szemetet a nagy indiai városokban. Ez súlyos probléma. Prithpal Randhawa az indiai hulladékkezelést kutatja 10 éve. A hulladékot szelektálni kell. Ki kell választani a nem kívánatos részeit, és csak a magas kalóriaértékű szemetet szabad elégetni. De egyáltalán nem ez történik most. A kalóriaérték egy anyag égési energiáját határozza meg, tehát hogy milyen jól ég. A nyersolajnál és a vegyes műanyagoknál ez az érték nagyjából 40 megajoule kilogrammonként. Az ételmaradványoknál csak 16. Szelektív hulladékgyűjtés nélkül sok ételmaradvány kerül a kazánokba, emiatt üzemanyagot kell hozzáadni az égetéshez. Ez pedig nagyon lecsökkenti az erőmű hatásfokát. Az égetés során keletkező veszélyes hulladékot is tárolni kell. Tehát a hulladékégetés sem tökéletes megoldás. Milyen alternatívák vannak még? Egyáltalán nem bonyolult. Ideális esetben hulladék újrahasznosításra lenne szükség decentralizált módon. És nem csak decentralizáltan, hanem a helyi gazdasági és környezeti adottságokhoz igazítva. Sok indiai városban például nem hivatalos szemétgyűjtők szedik össze az újrahasznosítható anyagokat. A szerves anyagokból termelt biogázból üzemanyag nyerhető. A műanyagot pedig használhatjuk építőanyagnak. A hulladékkezelésnél nem létezik egységes megoldás. Mindig ügyelni kell arra, hogy egy adott környéken mi a legalkalmasabb. A hulladékégető erőművek megoldást kínálhatnak, de ehhez egy gyűjtőrendszer és szigorú környezetvédelmi felügyelet szükséges. Ez pedig nem mindenhol adott. De ha adott is, jobb kétszer átgondolni egy új erőmű építését. Egy hulladékégető erőmű nagy beruházást jelent, és egy olyan rendszert hoz létre, amit utána folyamatosan táplálni kell. Ezzel pedig csökkentjük egy tényleges körforgásos gazdaságra való átállás esélyeit. Mielőtt tehát még több hulladékégető erőmű épülne, érdemes lenne mérlegelni a fenntarthatóbb módszereket, mint az újrahasznosítás. Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét.